Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 7-én teli hold van. Erre készítem most ezt a felvételt. A háttérben látható egy horoszkóp, a dél-indiai horoszkóp, mégpedig arra az időpontra, amikor ez a teli hold van. 13 óra 40-kor, március 7-én. Itt láthatóak a bolygók, a nap és a hold. Az indiai asztrológusok úgy szokták mondani, ha teli hold van, akkor az szerencsét hoz, hiszen megvilágítja az élet útunkat, megvilágítja a sors útunkat, láthatóvá tesz valamit. Egy teli hold azt is jelenti, amikor a nap és a hold szemben áll egymással, hiszen így a nap meg tudja világítani a holdat, láthatóvá teszi ezt számunkra. Ezen a teli hold napon, tehát március 7-én a hold az oroszlán jegyében van. Itt a képen ez alulról tekintve a második kockában van, jobb oldalon. Ne csodálkozzatok azon, hogy a kalapom mindig így eltűnik attól függően, hogy mozgok itt a kamera előtt, de ezt nem tudom másképp technikailag megoldani. De ez remélem nem zavar benneteket. Tehát ezen a képen, ennél az indiai horoszkópnál az oroszlán jegye alulról tekintve a második kockában van jobb oldalon. Itt van a hold. Itt a képen MO németül, die Mond, magyarul a hold. Bocsánat, rosszul mondtam, der Mond az németül, magyarul a hold. Tehát der Mond. Und itt látható az oroszlán jegyében. Érdekes az is, hogy az oroszlán jegye felett a nap uralkodik. Itt van egy kapcsolat a nap és a hold között, hiszen szemben állnak egymással, és a hold a nap területén található, hiszen a nap uralkodik az oroszlán jegye felett. Itt az a fontos, hogy mi állunk a középpontban, hiszen az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és a nap a mi naprendszerünknek a központja. És a hold kihat az érzelmeinkre, és az a fontos, hogy mi álljunk most a középpontban. A nap, az oroszlán jegye kihat a szívünkre is. Lehet, hogy ezek most fontos témák, a szerelem és a szeretet. A hold az oroszlán jegyében van. A nap szemben a vízöntő jegyében található. Itt a képen felülről tekintve a második kockában bal oldalon látható. S-O, németül die Sonne, magyarul a nap. Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó mindkettő szintén a vízöntő jegyében van az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon-nagyon precíz számítás. Tehát ezt a teli holdat befolyásolja Merkur bolygó, az jelenti a tudást, a tanulást, a cselekvéseket, a kommunikációt, és itt van az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygó is, és Szaturnusz bolygó kihat a sorsunkra, hiszen Szaturnusz az a sors bolygója. A nap és a hold ugyanazon a fokon van, mint Uránusz bolygó. Itt kialakul egy háromszög. A nap,
a Hold és Uranusz bolygó között, tehát együtt hatnak. Ez kellemes, hiszen Uranusz bolygó az a kos jegyében van, a tűz elemében. A Hold az oroszlán jegyében szintén a tűz elemében van. Itt van egy kapcsolat, és ez harmonikus. Itt a képen a kos jegye felül látható balról tekintve a második kockában. Uranusz bolygó jelenti a változásokat, vagy meglepetéseket. Itt lesz egy új irány, lesznek változások. Ez a döntés helyes, hiszen a bolygók segítenek. Megvan a bolygók között itt a harmónia. Ráhú szintén a kos jegyében van, nem azon a fokon, mint Uranusz bolygó, vagy a Hold, vagy a Nap, de az indiai asztrológia szerint, ha egy jegyben vannak, akkor megvan ennek ellenére a kapcsolat. Tehát Ráhú kihat Uranusz bolygóra. Ráhú ez a felfele mozgó kármikus csomó, és mutat egy új irányt. Ugyanúgy, mint Uranusz, mutatja a változásokat. Lehet, hogy ez még ismeretlen számunkra, de az irány, ez a döntés helyes. Hiszen a teli hold, az kihat Uranusz bolygóra, jelenti ezt a változást, és ez a hatás nagyon jó. Nem csak a hold miatt, hanem a nap miatt is, hiszen a nap a vízöntő jegyében van, a levegő elemében. És a tűz eleme és a levegő eleme barátságban állnak egymással. Tehát a nap is jól kihat ezekre a változásokra, erre az új irányra. Megvilágítja ezeket a lehetőségeket. Tehát itt vannak kármikus témák, lesznek változások, lesz egy új irány. Ez a telihold megvilágítja ezt, Uranusz bolygó, az jelenti majd ezeket a kihatásokat, vagy változásokat, az is lehet, hogy mások hatnak ki az eseményekre, de a kapcsolatok nagyon jók, és ez a döntés szintén jó lesz. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!